Szeretettel üdvözlök mindenkit, óriási megtiszteltetés számomra, hogy ennyi ember jelenlétébe szólalhatok. Korábban soha nem vetődött fel bennem, hogy ilyen helyzetbe kerülök, és néha csak tátom a számot, hogy hogy van ez. Voltak elképzeléseim az életemről, akkor, amikor a versenyzést befejeztem, de valahogy annyira másképp alakult az életem, mint én szerettem volna, hogy 180 fokkal máshogyan alakult, de sokkal jobban. Volt elképzelésem, versenyzést abba hagytam, rengeteg sportbeli tapasztalatom volt, úgy gondoltam, hogy az a kötelességem átadni a tapasztalatot a következő generációnak, azoknak elsősorban, akik világbajnokságra mennek, mert hát én versenyzésem utolsó 8-10 esztendejében saját magam edzője is voltam, tehát nekem senki nem mondta meg, hogy mikor mit csináljak, és én az egyénileg gazdálkodó parasztnak vagyok a típusa, aki ha rá van bízva a gazdasága, akkor sokkal szorgalmasabb, mint például a TSZ-ben voltak az emberek szorgalmasak. Ez egy adottság, nem érdem. És vártam sokáig, hát ha alkalmaznának ebben a beosztásban. 10 évi várakozás után úgy éreztem, hogy nem szabad tovább várakoznom. És ezt a várakozást töltöttem egy olyan munkakörben, ami az ÖTUSA egészén belül egy takarítói vagy portási tiszt. Ebben az állásban nem tudták azt mondani, hogy én megsértődtem, elmentem külföldre. Nem, ezt az állást vállaltam, egész lenn a sportág alján, és igen, jól éreztem magam ebben az állásban. És 10 év után rájöttem, nem szabad várni. Nem volt semmi más célom, hogy ide megyek, vagy oda megyek, hanem csak azt éreztem, hogy ezt tovább nem. Hányszor van az, hogy tudjuk, hogy mit nem szabad, és csak ez az információnk van, hogy ezt nem szabad, hogy mit csináljunk, azt nem tudjuk. De ha van türelmünk kivárni azt az időt, amikor kiderül, hogy miért kellett ilyen sokáig várni, és mi az, amit tenni kell, kiderül egy idő után. Csak ehhez szükséges az a türelem, de lehet inkább pontosabb kifejezés azt mondani, hogy hit. Nagyon sok helyen voltam az utóbbi 35 évben, és nagyon széles repertoárom nekem nincsen. Mindig máshová megyek, ahová megyek beszélni embereknek, ott új fiú vagyok, és ott először hallják, amit mondok, de az én előadásaimban nagyon sok olyan gondolat van, ami ismétlődik. De én szerintem annak idején, amikor a tanítványok faluról falura, városról városra jártak, nem az volt, hogy mindig valami másat mondtak, mindig ugyanazt mondták. Én is így vagyok egy kicsit. Azt a kérdéskört szoktam körbejárni, hogy mi a boldogság, hol lehet keresni, hol nincs. És mikor találja meg az ember, és a találásnak mi a feltétele. Az életemben ezt bizony végigjártam, a vágyak, sportbeli vágyak olyanok voltak számomra, mint a lónak az oldalába a sarkantyú. Én kis naív azt hittem, hogyha egy ötusában egy világbajnokságot megnyerek, életem végig olyan boldog leszek, hogy azt tőlem soha többé senki el nem tudja venni. Ebben egész biztos voltam. 15-16 éves koromban Nyíregyházán arról álmodik senki Alfonz, vagy Savanyú Jóska, hogy világbajnok szeret lenne ötusában. Ez is egy furcsa dolog. Hogy van ez? Valahogy kaptam egy ilyen csőlátásos vágyódást az iránt, hogy világbajnok legyek, mivel biztos voltam, hogy a maradéktalan és teljes boldogság birtokosa leszek, ha ez megtörténik. Gondoltam, levághatják két karomat, két lábamat,
De a boldogságról úgy gondoltam, hogy ez itt van valahol a rekeszizmom, meg a torkom tájékán, egy kicsit talán a fejembe is, de a nagya itt van, a boldogság. És efelől nem volt kétségem. Én 38-ban születtem Kondoroson, ahol édesapám evangélikus lelkész volt. Másfél éves voltam, amikor Nyíregyházára áthelyezték, mert Kondoroson a nagy gazdák és egy hatalmas valami báró úr volt, összefogtak az én édesapám ellen, mert édesapám 10 gyermekes családnak az utolsó tagja volt, és a szegényeken akart segíteni Kondoroson. Na hát ez nem jött be neki, és elhelyezték édesapámat Nyíregyházára. Tehát másfél éves koromban Nyíregyházán voltam, már ott eszméltem, és egy idő után úgy éreztem, hogy valami energiák vannak bennem. Nem voltam jó tanuló. Olyannyira, hogy még egy a kis diszlexiám is van, mai napig viselem büszkén. Tehát én nem tudok olyan gyorsan olvasni, mint sokan, valahogy ilyen gyors olvasók. Én csak úgy tudok olvasni, hogy magamban elmondom azt, amit olvasok. Amikor másodikos, nem tudom, egy iskolából édesapám áthelyezett a másik iskolába, új tanító bácsi volt, nem ismert még, 5-es voltam, vagy 6-os, igen, mindegy. Olvasási óra volt, és na, Balcó, tessék, olvassál. Elkezdtem olvasni, és egy idő után azt mondta a tanító bácsi, te hüle goló, te nem tudsz olvasni. És hogy mitől hízik az ember, nem tudjuk, de tudom, hogy az én belsőmbe ez egy becsapódott valami, és biztos volt bennem, hogy azért én is ember vagyok. Hát az be lehet az bizonyítani. 16 éves koromban már semmi nem érdekelt, csak az, ilyen csőlátással, mint a megszállott. Ha leérettségizek, Pestre szeretnék menni, ötusázni szeretnék. Vasárnap el kellett menni a templomba, apuka szigorú ember volt, tehát az nem vetődött fel, hogy ne menjünk el, mi négyen voltunk testvérek. De én őszintén szólva egyetlen egy prédikációra sem emlékszem. 4 parókos lelkész volt, az egyik ilyen teológiailag magasan kvalifikált ember volt. Úgy éreztem néha, hogy egy kicsit a fejek felett fél méterrel, mint a záró tűz elmegy a prédikáció. Volt egy lelkész, aki keményen ostorozta a híveket, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek ott. Volt egy szelíd szavú ember, aki nagyon sokáig beteg volt, és tudta, hogy meg fog halni azon a napon. És azt mondta, életem legboldogabb napja. Van ilyen. És volt édesapám. De én nem emlékszem egyetlen egy prédikációra. Talán egyszer volt édesapám, azt a mondatot mondta ki, valaki szemrehányást tesz valakinek, és azzal, hogy miért nem mondtad, hogy szeretsz. De egyébként semmi nem jut eszembe. És érettség tájékán már az volt bennem, hogy az életnek nincsen semmiféle értelme. De hát ha már nincs, akkor hadd használjam fel valami olyasmira, amelyik olyan tevékenységre, ami teljes embert igényel. Ez is egy adottság, nem értem. Én alkatilag vagyok olyan, hogyha lúd legyen, kövér. Nem értem, egyáltalán nem. Sőt, vannak bölcs emberek, akik több szögre akasztják a tanisznyájukat. Bölcs emberek. Én nem, én mindig csak egy cél, és a többi nem érdekelt. Mondom, nem érdem, adottság. És 56. júliusában Budapestre kerültem, Csepelen dolgoztam, 8 órát nap, reggel, délután edzettem. Nagyon hamar bekerültem a válogatottba, és nagyon szépen haladtam előre. Két évvel Budapestre kerülésem után már világbajnokságon részt vettem, csapatban érmet nyertünk, és nagyon szépen haladtam előre. De miután Pestre kerültem, utána körülbelül elmúlt egy 5 hónap mondjuk, vagy 6 hónap, és egészen biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Azt gondoltam, hogy az Isten dolgot
idős férfiak találhatták ki. De aki áll a lábának, van elképzelése valami, hogy jó öltusázó szeretnék lenni, az ilyen embernek nincs szükség ilyen kapaszkodóra, hogy Jézus, meg Biblia, meg mit tudom én. A sporttársaim így vélekedték és éltek. Az edzőm így vélekedtek és így éltek, és minden a legnagyobb rendben volt. Mondom, haladtam felfelé, 60, ezek, de persze különösen után 4 évvel a római olimpián már aranyérmesek lettünk csapatban. És minden stimmelt. És 1962-ben, július 1-én, ez egy vasárnapi napra esett, a Dunaparton sétáltam a Margit-szigete átelemben, az óbudai oldalon, a parton sétáltam, vártam valakit. Gyönyörű, napsütéses idő, fák virágoznak, madarak csiripelnek, és vártam valakit, de nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkenu edző jött. Észrevett engem a parton, motorcsónakával szembefordult az árral, felszólt a partra, hogy Bandi, telefonáltak Újpest öbölbe, meghalt az édesapád, és akkor én az ökövívó, akit megütnek, és a tizet kezdik rászámolni, valami sokkos állapot, valami döbbenet, senkinek nem kívánom, és ez, hát édesapám 55 éves sem volt még, teljesen egészségesnek tudtuk, és egyik percről a másikra meghalt egyébként szívkoszorú érelmeszesedésbe. De ez a döbbenet tartott, legyen 3 másodperc, na 4, akkor nagyon sokat mondok. És utána valami érthetetlen béke, valami nyugalom, és egy világos, egyértelmű tudás arról, hogy az Isten van, pont. De hogy hol tartózkodik? Hogy vasárnap van fogadó órája, vagy 168-as telefonügyeletet tart valahol? Nem tudtam, csak azon csodálkoztam, hogy itt élek Pesten 6 éve, tehát 56-62, és abban a tévedésben és félreértésben léteznem egyáltalán, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, hogy nincsen Isten. És akkor a Bibliát rögtön elkezdtem olvasni, végigolvastam templomba, ha időm engedte, elmentem, de éltem az átlag élsportlónak az életét. Egy átlag élsportlónak az életével nagyon sok kísértés jár együtt. Egy részének ellenálltam, részének nem álltam ellen, megnősültem, 4,5 év múlva elváltam. Akkor a sportnak a támogatásába beletartott az, hogy a sportolók, ha nyertek külföldön, akkor a vámosok nem szedték szét a sportolókat. Akkor, ha nyertünk, Isten kegyelméből aztán sokszor nyertünk, jöttünk hazafelé, a vámosokat tisztelettek, mert ők is olvasták a Népsportot, tisztelettek, gratulálunk, elvtársak, fáradjanak ki, ez a mi ajándékunk, és mentünk kifelé a motyónkkal. Tehát átlag élsportolónak az élete. 1963-ban nyertem először egyéni világbajnokságot. Az utána következő 4 egyéni világbajnokságot is megnyertem. 1969-ben az 5. egyel többet, mint bárki más a világon. Mikor az 5. megnyertem, utána volt olyan kis kellemes lebegés, igen, itt van ez a kupac, 5-tusaspor, annak a tetejére ott vagyok. Aztán elmúlt 1 hónap, elmúlt 2 hónap, és az a boldogság, az a teljesség, amit én egyetlen egy ára világbajnokság megnyerésétől reméltem, az 5. után sem volt a birtokomba. Nem voltam abban az állapotban. És akkor hirtelen megijedtem, mert éreztem, hogy a kedvem, a szorgalmam elmúlott. Nekem azt mondták korábban, Bond, neked milyen nagy akaraterőd van, milyen nagy szorgalmad van. Én csak tapogattam magam, akaraterő én nekem? Nem tudom. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy edzés helyett sörözni menjek, vagy moziba menjek. Nem szerettem a vasárnapokat, mert nem lehetett edzeni. És, de engem dicsértek is, szorgalom. Óriási élmény volt számomra, amikor olvastam Prohászka Ottokárnak, ennek a szellemóriásnak, a élet utolsó predikációját, azt mondta, az akarás az Isten ajándéka. Áj, halleluja, erről van szó. Sokan azt hiszik, hogy az akarás az olyan, hogy lehet csinálni,
ha nincs. Én ezt nem hiszem el, mert vagy akarok, vagy nem akarok. Akarok akarni, ez fából vaskarika. És én nem voltam tehetségesebb, mint a sporttársaim. Én egy valamiből kaptam többet, mint ők, ez az akarás volt, a szorgalom volt. És amikor rájöttem, hogy nem nyertem el a sok nyeréstől se a maradéktől is teljes boldogság állapotát, akkor azt mondtam magamba, minek edzek én, ha a jussomat, a teljes maradéktalan boldogságot nem kapom meg, akkor minek edzek? Akkor ha nyerek még egy világbajnokságot, akkor kettővel lesz több, mint addig egy szovjet versenyzőnek volt négy egymás után követő világbajnoki aranya. Akkor minek? Nincs értelme. És a nagy szorgalom hirtelen elmúlt. Ez volt 69-ben, és 1968-ban csapatban nyertünk olimpiát még, és az volt a bennem, hogy te jóságos ég. Szorgalom nélkül leszázalékolnak. 3 év múlva, 72 évben még tudtam, hogy jön egy olimpia, és szerettem volna egyéni olimpiai bajnokság megnyerésére kísérletet tenni, és ha nincs szorgalmam, leszázalékolnak. Jönnek a szorgalmasak, az eredményesek, és letesznek, és igazuk van. És ilyetten kezdtem keresni mindenhol. Hol lehet akarást szerezni, ha egyszer nincsen? Mindenhol kerestem. Többek között a Bibliát is, ami egyébként addig ott volt az éjjeli szekrényemen, külföldre elvittem magammal, jó, ha ott van. De sokkal könnyebben olvastam Adit, József Attilát, Kosztolányi, Tóth Árpádot, Babicsot, de ott volt. De akkor, amikor bajba kerültem, ilyetten kezdtem a Bibliát is kutatni, hát ott van valami válasz. És eljött életem sok fordulópontja közül az egyik, találtam ott egy mondatot, Jézus azt mondja, aki megtartja az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem. 1962 őszén telén. Tudnék, már volt ilyen tapasztalatom, vagyis rájöttem, hogy ez azt jelenti, hogyha valaki azt hiszi, hogy a vágyai teljesülnek, és attól megkapja a teljes és maradéktalan boldogságot, az be van csapva, marad a halál állapotába. Ha valaki tudja, hogy az elért eredmény nem adja meg a maradéktalan boldogságot, amit én azt tapasztaltam, én máram, akkor sokkal nyugodtabban megy a célja felé. Mert ha elérem, úgy is jó. Ha nem érem, úgy is jó. Onnan nem jön számomra a nagy áldás, a sikerből. És sokkal nyugodtabban megy az ember a célja felé, mert a cél, a boldogságot ígérő cél eléréséhez közeledve van egy ilyen holt szakasz, amikor az ember elkezd remélni. Majdnem elérem már, karnyújtásnyira van a teljes boldogság, és baj jön. Ebben az állapotban, ha az ember tudja, hogy onnan nem jön semmi jó, nyugodtan megy oda, megfogja, és él vele szabadon. Na lényeg az, hogy erre vonatkozólag sportmáma volt tapasztalatom. De ez volt számomra a nagy fordulat, hogy nem ott van a kutya elásva már, bocsánat, ahol az emberek általában gondolják, és én is sokáig gondoltam, máshol van a megoldás. És 72-ben kijutottam mégiscsak az olimpiára, beválogattak. Akkor 5 napon keresztül tartott az öttusa verseny, minden nap egy más versenyszám volt. A lovaglás volt az első szám, nagyon jól sikerült. Második szám a vívás volt, nagyon jól elkezdett menni. Álltam 12-0-ra, 60 induló volt, mindenki vívott, mindenki, 12-14 órákat vívtunk. Álltam 17-3-ra, nagyon jó. És egy idő után rájöttem arra, ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, utána mehet már egy kicsit rosszabbul is, meg fogom nyerni az olimpiát. És ebben a pillanatban nekem beállt a se kép, se hang, sötétség, a megszokások, a beidegzések, amik olajozottan kell, hogy működjenek. Egyik mozdulatnak a vége kiváltja a másodnak az elejét. Egy másodpercen belül 5 mozdulatot kell megtenni a vívásnál ahhoz, hogy az ember jól tudja hozni magát a versenyen. Ezek összekuszálódtak. Egyre
többet bosszankodtam, nem megy, nem megy. Egyre távolabb van a nyerésnek a lehetősége. Éreztem, hogy gödörbe kerültem, és nem tudok kiszállni. És nagyon nagy elvárás szakadt rám, mert tudtam, hogy Magyarországon sokan drukkolnak nekem. Mondták azt szerintem, hogy Balcó nyert már 5 olimpiát, vagy 5 világbajnokságot nyert egyénbe, nyerjen már egy olimpiát, aztán gyorsan hagyja abba. Tudtam, hogy nekem sokan drukkolnak, és egy Magyarországon több ezer embernek, ha csak 5 percre is, de örömöt szerzek, vagy szomorúságot okozok. Nagy elvárás, az embert agyonnyomja. És ebbe a szolongásba mindent be akartam biztosítani, holott nem lehet, nem lehet bebiztosítani, mint hogy az életben nem lehet mindent bebiztosítani, úgy a vívásnál sem lehet mindent bebiztosítani. Csak ne kapjak találatot, és adok valami merevség, görcs, ilyen 140 centis krapencsák jó is lebökött, akit a vívóteremben 10-ből 10-szer szúrtam, mert alig figyeltem oda, és nem megy, nem megy, nem megy. És egy idő után valami elpattant bennem. És azt mondtam, hogy az egész ügy nem ér annyit, hogy én bosszankodjak, és szitkozódjak, és csapkodjam a főt, a sisakomat. Nem, megértettem. Ha nem, hát nem. De egyébként is. Ki tehet nekem szemrehányást? Mindent megtettem a cél érdekébe. Hát nem megy. Mit tehetek róla? És egyébként is, ha valaki engem azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit, vagy Bandikát. Nem érdekel, nem vagyok hajlandó. Megértettem, uram, kész, vége, magam részéről. Odaállok én a pásztra, mondtam magamba, de ha behunyom a szemet is, abban, amikor szólítanak, abban az irányba bökök, ahol az ellenfelet sejtem, ilyen rosszul akkor is tudok vívni. Befejeztem magam részről a drukkolást, nem érdekel, lesz, ami lesz. Ez lehetetlen állapot. És rájöttem, csalódtam magamban. Azt hittem, hogy jobb vagyok, ügyesebb vagyok. És lent egy keserű lemondás megszületett. És azt mondtam, hogy vége. Vívok, ha szólítanak, nem adom fel, de nem vagyok hajlandó tovább rettegni. Magam részéről befejeztem. És nem 10 perc múlva, nem egy fél óra múlva, vagy következő héten, hanem abban a pillanatban valami hirtelen megváltozott. Valami érthetetlen derű. Honnan? De jó, mi ez a derű? Mi ez az öröm? Szólítottak a pásztra, oda mentem, nem érdekelt, hogy adom a találatot, és csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot, de nem érdekelt. Éreztem, nincs veszíteni valóm. Megszabadultam. Csak adtam, és a sisak alatt beszéltem az ellenfeleknek. Ő az ellenfél se hallotta, meg a zsűri elnök, aki vezette azt se hallotta. De valami érthetetlen, valami, amit nem lehet másképp megfogalmazni, hogy valami szeretet, valami állapot, és rájöttem, hogy ezt kerestem egész életemben, ezt az állapotot. Csak nem gondoltam, hogy akkor fogom elnyerni ezt az állapotot, akkor kapom meg az ízelítőt, amikor az összeomlás van, amikor vége van mindennek. Nem gondoltam, ez az, ezt kerestem, ezért volt minden edzés, szenvedés, hogy ezt az állapotot átéljem. Igen. Ez volt az. És szóltam, beszéltem az ellenfélnek, volt egy magas amerikai szőke, katona ember, olyan hangos volt, mint én most itt a mikrofonban, és olyan határozott volt, és vele vívtam. És akkor a sisak alatt mondtam neki, gyere szép szőke hercegem, gyere még közelebb egy kicsit, ne félj, gyere, bum-bum, azokat. Olajozott mozdulatok, hirtelen minden elkezdett menni, jók voltak reakciók. Mondtam neki, édesapám, adj ide egy 5-öst a kezembe, eredj haza Amerikába, gyakoroljad, lehet még belőled valami, de most félretlenül én nyertem, Isten áldjon téged. És ezzel a szabadsággal vég az egész, a vívás vég, ez volt benne. Rájöttem. Erre mondja Jézus. Elközelített a mennyeknek országa. Azt mondja, a mennyeknek országa,
köztetek van, mennyeknek országa, ti bennetek van, ez az, ezt kerestem. És milyen csodálatos, biztos sokan ismerik, Adi írja az egyik versébe, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ez az, ezt kerestem. Meg a gyönyörű énekben van az, hogy megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem, az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Ez az, ezt kerestem. És akkor valami derű, hirtelen meg is éheztem, addig össze volt úrva a gyomrom. Nincs valami szendvicsetek, gyerekek, nem titeket kérdezem. Akkor volt az, hogy valamit hirtelen enni is tudtam. Fenn a 8. sorban ott ült valaki, haver, Lajos, szevasz, Lajoskám, találkozunk hónap, valami megszabadultság. És rájöttem, hogy a szeretet ennek az állapotnak a folyománya, a mellékterméke, már bocsánat, ennek az állapot. Arra vagyunk teremtve, hogy ezt az állapotot keressük, mert aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyitatik. Nem kell semmit tenni, csak ami tőlünk telik, és utána szólni, Uram, idáig voltam, én most te következel. Igen, ez az az állapot. És ráadásul, hogyha az ember ebbe az állapotba kerül, egyébként akkor kerül ebbe az állapotba, ha az emberből a büszkeségnek az utolsó szikrája, a gőgnek a szikrája is kimegy az emberből. Aki csalódik magában, abból a büszkeség elmúlt, nincs büszkeség. A csalódott ember soha nem büszke. És a büszkeség ember és Isten között egy szigetelő anyag. Amint a csalódás megtörténik, a büszkeség elmúlik, és ott marad a hely kapcsolatteremtése. Az Isten megérintheti az embert. És ha ez megtörténik, ő abban a pillanatban visszaigazolja magát, és fizetni kezd. Szóval fizetőeszköze nem egy Mercedes, akár kabrioló is lehet, nem. Nem egy horvát tengerparton egy nyaralócska, nem Józsi keze, vagy Rózsi keze, nem. Az ő fizetőeszköze ez az állapot, ez a megszabadultság, ez a... Nem függ a körülményektől, ez az, erre vagyunk teremtve, ez az alkalmasság állapota. És nincsen gond ebben az állapotban, nincs tanástalanság, nincs félelem, és bármit tesz az ember ebben a körülményben, állapotban, egész másképp hat a környezetére, enélkül az állapot nélkül. Igen, szokták mondani, aki nem fél, az félelmetes. Ez az állapot. Érdemes keresni, kell keresni. Én szerintem minden ember lénye mélyén van egy trón, és a dolgot az dönti el, ki foglal helyet ezen a trónon. Az esetek nagy többségében az ember maga trónolott büszkén, aki tudja, hogy neki ez is ez jár. Én bennem is benne volt, 5 világbajnokságot nyertem, mindenit neked, hát egy olimpia már járna nekem. Kiderül, az embernek nem jár semmi. És ez a körülmény, ez olyan, hogy a trónon ülhet valaki más. De akkor, amikor az ember úgymond csalódott, az Isten elfoglalja az egyedül őt megillető helyet, és fizet, amit mondtam ezzel az állapottal. És ott bárki más tartózkodik ezen a trónon, azok mind a hamis istenek. Hamis isten a siker például. Az emberek azt hiszik, hogy sikeresek lesznek, és boldogok lesznek. Nem igaz. A sikeresség az olyan, amivel gazdálkodni kell. Elsősorban az embert megtámadják, és azt mondják, hogy gratulálok, Józsi vagy Bandi vagy az, jót csináltad, megérdemed, te vagy az érdemszerző, te vagy az oka ennek a sikernek. És az emberek nagy része úgy elkezdi tapogatni magát, hát igen, hát valaki vagyok, ezt örököltem apámtól, anyámtól, kétségtelen, de mondjuk ez a 10%-ot én tettem hozzá, és ez megtörténik így,
az ember meglopja azt az Istent, aki azt mondja magáról, a dicsőséget senkivel meg nem osztom. Nem, nulla, ami az embernek az érdeme. 0%. Ha az ember hasít belőle, akkor megzavarodik, ha baj kezdődik valahol, elkezdi magában keresni a jó megoldást, mert az sikeres voltam, vagyok valaki, holott nincsen, nem lehet. Minél kevesebbre gondolja magát az ember, annál jobb. Mert egy büszkeséget okoz a sikeresség. El kell számolni vele a sikerességgel. Az embernek nem sikerességre, hanem békességre van szüksége. A békesség. Ezzel a szóval lehet legpontosabban, ha egy szóval akarjuk ezt az állapotot kifejezni, talán ez békesség. Elhangzott Jézus, amikor megjelenik a tanítványoknak a bezárt ajtón keresztül, az első szava nem azt mondta, hogy cukrászdát nyithattok itt vagy ott, nem. Az békesség nektek, a legfontosabbat adja. Erre van az embernek szüksége. Az állapotra, az alkalmasság állapotára. Ez az. Ezt kerestem. És amióta én járok ilyen előadásra, ezt a kérdést mindig körüljárom, hogy ott nincsen megoldás, nincs békesség, ahol az ember 99%-a reméli. És nekem, aki sikeres ember vagyok, magam is tudom, ez nem büszkélkedés, aki 10 világbajnokságot nyertem, 3 olimpiai bajnokságot, 12 gyermekünk van, ebben nincs érdemem. Pál apostol mondja, mit van, amit nem kaptál? Ha kaptad, miért dicsekszel vele? Nagyon fontos, elhárítok magamtól minden érdemet. Én nem vagyok több, mint az a gyerek, aki 17 éves korában, vagy mikor, bő 17 éves korában, Nyíregyházáról, hajnalban, július elején elindultam Nyíregyházáról. Nem vagyok, senkitől sem vagyok több. Ugyanannyi vagyok, mint mindenki más. Vagyok, Adinak van gyönyörű verse egyébként. És ez a tudat, hogy ami azóta jött, az mind rám rakódott. De az nem én vagyok. Gazdálkodnom kell ezzel a rám rakódott rengeteg ajándékkal. És ezelőtt körülbelül néhány héttel, ami sokszor előfordul velem, hogy 3-4 óra között felébredek, és akkor egy darabig forgolódok, aztán látom, nem megy az elvás, kimegyek a nappali szobába, és ott eltöltök egy órát, másfél órát, a napnak a legfontosabb szakasza. Ott ültem, és egyszer csak egy komplett vers, mint itt bedobták volna az agyamba egy résem, mint a porcelán vagy agyag malacba a forintokat dobtuk be. Egy komplett vers, rögtön leírtam. Nem én találtam ki, diktálás volt. Az így szólt. A semmi voltomat tudva és bevalva, rajtam is átsüthet teremtőnk hatalma. Ez, hogy semmi, én tényleg úgy érzem. Az a jó, ha az ember magát semminek tudja, akkor van az Istennek lehetősége érintkezésben lenni velem, ölelésben lenni. Igen, nagyon fontos, hogy máshonnan csak hamis istenek kezdenek feljönni, boldogság, boldogság. Micsoda sovány és részleges ez a szó, hogy boldogság. Én azt mondom, hogy az egyes ember élete teljességre juthat, bennünket a világ igyekszik becsapni. A demokráciának a maslagját akarják letenni a torkunkat, nem. A demokrácia államformájában Magyarországnak megoldása szerintem nincsen. Szokták nekem mondani, na mi van, balcókám, akkor talán diktatúra jobb lenne? Én mondom, hogy van egy harmadik, hogy nemzetet megszáll a teremtő, ad neki egy olyan vezetőt, akivel ő neki szoros kapcsolata van, és akkor van megoldás. Tehát nem, az Isten, ha megszáll egy népet, nem egy igazgatótanásra, vagy egy valamilyen tanári kari társágra bízza a feladatot, egy embert választ ki, és arra rámutat. Sokan ismerik Gedeon történetét. Te szabadítod meg a népet az ő fogságából. Egy embert jelöl ki, és akkor megindul, és olyasmit csinál, ami nem logikus. De az akkor történik meg, ez a megszánás,
az emberek felé, ha sokan kiáltanak. Mert most az Isten fülel le Magyarországra, nem nagyon hall kiáltást. Még az emberek reménykednek ebbe, abba, eladom a lovamat, meg a kocsimat, még az éjjel kimulatom magamat. Ötleteink vannak, ameddig tele vagyunk ötlettel, az Isten nem tud semmit se csinálni. Megvárja, míg kiszáradunk és ötlettelenek leszünk, úgymond kétségbeesünk, mert akkor van őszinte Isten felé fordulás, és akkor azt mondja valaki, Uram, ha egyáltalán vagy, könyörülj rajtam. És az ilyen elszánt embert az Isten megszánja, és elkezd segíteni rajta. És az egyes ember életet teljességre juthat, függetlenül attól, hogy az ország állapota nem kezd úgy emelkedni, és nem ülünk be egy liftbe, hogy helyettünk valaki megoldja. Nem, az embernek önmagának kell nekiindulni, függetlenül attól, hogy a többiek jönnek velem, vagy nem jönnek velem. Ez az egy lehetőség van. Aki keres, azt talál, és közölget, annak megnyitatok. És én őszintén szólva, sokat imádkozom, de arra jöttem rá. A hittek nagyon, az meg nagy titok, a hit, igen, kétségtelen titok, meg ajándék, de lehetőségünk van a hitünkön változtatni. Ha sokat imádkozunk, a hitünk szaporodik. Ha a hitünk szaporodik, többet imádkozunk. Egy mentő jobban, antúl inkább. És nem az imádkozásonnak a hossza számít, hanem tehát nem az időtartam, hanem a gyakoriság. Szüntelen imádkozzatok. Persze ezt nem úgy kell felfogni, hogy megyek a közérbe, kérek 10 parizert, és akkor közben imádkozok. Nem. Szaporás, sűrűn kell imádkozni. Nem hosszan, nem papolni, nem álszent módon szavakat próbálni, formálni. És az is eljöhet az ember, hogy ül az ember, szavakat nem mond, és érzi, hogy valami imádkozás van bent. Tehát nagyon, nagyon fontos, gondoljatok utána, hogy tehát nem az időtartama fontos, hanem a gyakoriság. És a gyakoriság visszahat a hitünkre, a hitünk visszahat az imádkozásra, visszahat az életünkre. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy ezt így megszívleljük. Mert Jézus mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhetek. Ami ma Magyarországon van nekünk, ennek a mondatnak fényes bizonyíték, hogy igaz. Mert az emberek 90-valahány százaléka nem törődik azzal, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Nem törődik vele, megoldom még, nem kell nekem az Isten. És a másik, hogy sokan azt hiszik, hogy a megtérés az azzal kell kezdődjön, hogy megerőszakolom a természetemet, és leszokok erről, meg leszokok arról, meg leszokok arról, mert az Istennel akarok állni. Nem. Ez az úgy, ahogy vagytok. Így, ahogy vagy. Nem kell bemosakodni, nem kell azt mondani, Uram, eddig egy doboz cigarettát szívtam, felett szívok, csak mert meg akarok térni, és úrralé akarok állni. Nem. Ez az a gyönyörű ének, legalábbis a református énekes könyvbe, azt hiszem 459 vagy 460, amint vagyok, mindegy, 6 vers, amint vagyok, gondolatjel, közte leírja, ez egy hölgy szerezte a zenét, a sok rosszat, amit tud magáról. Fogadj el Jézusom. Az evangélikus énekeskönyvben nem az van, hogy fogadj el Jézusom, hanem mindegy. Nem sugdatok, hát miért nem sugdok? Sok evangélikus. Na, lényeg az. Hát az gyönyörű, és én szerintem ez kell legyen az alap. Azt mondja, amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozát magad, fogadj el Jézusom. Hát olyan gyönyörű, bevallja azt, hogy amint vagyok, bár gyötrelem és kétség rágódik lelkemen, kívül harc bennem félelem, fogadj el Jézusom. Meg a másik, mert amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset leljek benned én, és derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Tehát nem kell bemosakodni, nem kell azt hinni, hogy vége az örömöknek,
Az az Isten majd elintézi a fordulat, a megtérés után, az Isten elkezd az embert szépen, lassan vagy gyorsabban kezelni, nevelni, terelni. Tehát aki attól fél, hogy a boldogságát veszíti el azáltal, hogy megtér, annak mondom, téved, nem így van. Nyugodtan oda lehet állni, bűnökkel odállni, és ez mindig nagyon csodálatos érzés, amikor barátaimmal beszélgetek, és magamról rosszat mondok. Annyira élvezik, és ők is elkezdenek magukról rosszat mondani. Nagyon érdekes. Valami megszabadulás. Igen, lehet gyónni a barátoknak. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. Na hát, nagyon szépen köszönöm a figyelmet a továbbiak során, és kérem, hogy legyen bennetek olyan vágyódás a Teremtő iránt, olyan őszinte viszonyulás az Istenhez, mint ahogy a szerelemben az előfordulhat. Ámen. Bocsánat, hagyd mondjam azt, hogy a taps a gondolatnak olyan, mint verébnek a dob. Tehát ha inkább gondolkodjatok, ne tapsoljatok, hát ha beakadt egy mondat. Mert ha egy mondatot hazavisz valaki, az dosta elegendő. Köszönjük. Reméltem, hogy nem fogjuk megtapsolni ezt a záró mondatot sem. De a Biblia körökben majd erről is fogunk tudni beszélgetni, és valóban az az egy gondolat mindenkinél meg fog fogalmazódni a Biblia körökben, a csoportokban. Én most szeretném az Egyházkerület nevében, mindannyiunk részéről, mindannyiunk nevében megköszönni Balczó Andrásnak, akit nagyon sokan még most is azért Bandinak hívnak, megköszönni ezt a nagyon-nagyon szívet melengető bizonyságtételét, és a Luther kiadó két új kiadványával szeretném emlékezetessé tenni a magunk szerény eszközével ezt az alkalmat. Tárlatvezetések Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája előtt az egyik megjelent könyv, másik pedig az ízlelő egyháztályi ízeink, rendhagyó szakácskönyv, nem csak evangélikusoknak, ezt kedves feleségednek, Mónikának küldjük, az, hogy talán a 12 gyerek, amikor asztal körül van, szülőkkel együtt, akkor talán ebből is talál valamiféle receptet. Nagyon szépen köszönjük mindannyiunk nevében, és még annyit hadd mondjak, ha valaki jól tud számolni, az kiszámolta, de lehet, hogy anélkül is tudta, hogy most lesz nem sokára, ha jól tudom, augusztusban 75 éves Balczó András, ennek a Teremtőnek adunk hálát az elmúlt 75 évért is, és őt kérjük, hogy továbbra is adjon erőt, testi és lelki és szellemi erőt a szolgálatokhoz. Köszönjük szépen!